utolsó tekercsnél, bárhol a Kung Fu Panda szerintem az nagyon jó, majd egyszer meg kéne ilyen így csikongon nézni. Jó. Na részenként megnézzük, ki tudjuk vetíteni majd valahol, és akkor... Jó. Szerintem. Ismeritek a három részét a Kung Fu Pandának? Nem. Képzés, játék, animációs film. Ott kapcsolgassátok. És ezzel még nem lövöm le a poént, arról szól, hogy kiválasztják a következő sárkányharcost, tehát azt a kungfust, aki a legjobb mindenek fölött, tehát aki szó szerint már egyfajta tökélynek a megtestesülése, és nem az öt kedvenc tanítványból kerül ki, hanem az éttermes kacsa által örökbefogadott Panda Maci lesz az. És aztán ez megy tovább, de egy teljes értékű, mondjuk úgy, hogy tanmese, és elég jól csinálták meg szerintem. És a lényeg az, hogy amikor már megkaphatja az utolsó, a legtitkosabb tekercset, ugye az üres. Jó. És ha már ezt is megérti valaki, akkor már. Igen, erről a mesét. Igen. Kérdés megteszi. Ő megértek. Úgyhogy erről szól, illetve hát annak a kapcsán szoktam mondani, hogy valójában nem kell elmenni sehová, meg nincs szükség semmilyen külső, mondjuk úgy, hogy segítségre, hiszen minden megvan bennünk. Tehát amikor itt a csivel foglalkozunk, vagy amikor azzal foglalkozunk, hogy rendbe jöjjünk, tehát kiderül, hogy nem kell sehová menni, hanem ami bennünk van, azt kell elkezdeni használni. Csak hát ez úgy könnyen megtűnik mindig, hogy majd jól megkapom kívülről, majd gyorsan segítenek nekem. Aztán mindenfélét. Kiderül, hogy mégis az a legdrágább. Aztán mégis eljutunk oda előbb-utóbb, vagy nagyon későn, hogy ezek belül vannak, ezek a dolgok, amire vágytunk. De mindesetre az jó lenne ilyeneket megnézni, mert jó pár olyan film van, amelyek nagyon szórakoztatóan is csinálnak meg. Tehát, hogy tanulságos is, meg ellentétben a hétköznapokkal, amikor úgy gondolja az ember, hogy jó, de hát ez izzasztó, fárasztó, vagy unalmas, vagy... Szóval olyan nem szeretem módon viszonyulnak az emberek pont ahhoz, ami őket közelebb segíti a céljukhoz. És aztán ezek a filmek meg egy kicsit szórakoztatóbban mutatják meg ugyanazt. Ez bennük a jó ilyen szempontból. Te megnézted ezeket a Kung Fu Pandákat? Igen.
Van egy-két ilyen animációs film, amit szerintem viszonylag jól megcsinálta. A Zéa hangja az is nagyon jó. Azt is ismered. Ez nagyon indik. Azt még gyerekként néztem először, hogy gyerekeknek készült. De azért ez egy csomó jönnem is. Kérdés, hogy a Kung Fu Panda is, vagy a Zéa hangja is a gyerekeknek készült, vagy nem, de ez egy kérdés. De az is nagyon jól bemutat így dolgokat, meg így szándékokat, meg hogy az ember hogy kerül tisztába önmagába. Hát valójában az összes, hogyha visszamegyünk, amire így emlékszünk, a görög drámákig, azok ennek a katarzis élménynek a kiváltására íródnak, és tulajdonképpen ezek mind olyan művek, hogy ki tudják váltani ezt a katarzis élményt. Azért manapság nem mindegyik film váltja ki a katarzist. Tehát a jó művészeti alkotások pont arra is lehetőek meg, hogy különböző rétegei vannak. A gyereknek is befogadható, és igen, a felnőtt meg még plusz tartalmakat tud venni belőle. Ezek az igazán jó. Akár irodalom, akár film. Igen. Illetve, hogy van egy olyan akciódús, olyan értelemben, tehát egy feszültséget okozó szintje is megvan a meditatív része. Hát meg a komolyzenele egy mozgás, ugye gyerekeknek is jó, és hát a felnőtt is meg sem gyenge. Szóval. Igen. Jó volt, amikor Balatonon bekapcsoltuk a zenét, ahogy elővettem a pendrive-ot, hogy bedugjam a számítógépbe, elkezdtek kint, ha nagyon hasonlóan a magára kicserülni. Nem is kellett a konzerv. De aztán használtok a konzervet is, sőt az egyik számítógépnek olyan jó a hangszórója, hogy nem kellett, vittem külső hangszóró, de nem kellett. Azt hittem, hogy elkezdtek válaszolni a madarak. Tehát szó szerint, hogy hol a pendrive, vittem, beteszem a madárcsiségés, és elkezdtek kicsit. Ez jó. Kinek van még valami megosztani valója? Nekem van. Ide vele. Elmentem egy szalszatanfolyamra. Ó, és? Intenzív szalszatanfolyam. Ez mit jelent, hogy intenzív? Hát hétfőt egyszer, de csütörtök este. 6-tól 8-ig, és akkor már nem vagyok kezdve. Hát ez nagyon jó. Ugye? És már a héten elkezdted? De nem, ez már ez a múlt. Ez a múlt hét? Igen. És milyen volt? Állat. Tehát én még nem érzem azt a szabadságot, mert azért még figyelem a lábamat. Hova léptek fel. De azért ugye megér lehet érezni a fényvédét, tehát tényleg jó. Elektra találta nekem. Aha, hát ez nagyon jó. És hol van? Melyik rendtél? Az a Palombai Ede utcában van, ami tánciskolában. Aha. De itt nem messze. Nagyon jó. Ez nagyon jó. Meg azért is jó, mert ahogy elkezded egy kicsit, tehát a medencét nem használja eléggé az európai ember. Megfigyeltétek, hogy sokkal merevebb az európaiaknak a medencéje? Nem riszálják annyira. Nem riszálják annyira, sőt, nem is tudják. És emiatt azért nagyon sok dolog nem működik a szervezetben. Tehát ez nagyon kell ahhoz, hogy megfelelő áramlások legyenek. Tehát a csí nem áramlik eléggé. És azért nagyon jó, hogy elmentél, hogy akkor ez beindul ez a része. Hát igen, mi el kéne járni is folyamatosan azonnal legtöbb, de majd valami lesz.
De vannak, azt elárulom, hogy vagy elmondom nektek, hogy a műcsarnoknál most éppen hátul van, nem elől, a hátsó teraszán, de ott minden héten egyszer biztos, de lehet, hogy kétszer van ilyen szabad. De még annyira nem tudok, hogy ezt így bevállaljam, mert még kéne szoktam mondani. Hát de ott mit kell, ott nem, nincs mit bevállalni. Most én nem ismerem az összes, amit most összes. Hát de ott teljesen szabadon azt csinálod, amit az egyik még kezdő, a másik már nem. Tehát ott van egy büfé, amit így ilyen alkalmakra kinyitnak, és akkor azt ott működteti valaki. Na, majd lehet, hogy megnézem. Na, nézzétek meg. Hát semmi veszélyes nincs benne, tehát hogy semmi. Tehát, szóval nem verseny vagy ilyesmi, hanem csak úgy, meg a szabadban vagy ott a ligetben. Tehát az elején szokták csinálni a Hősök terei teraszon, de most az ott be van installálva, tehát ott egy nagy a kiállításnak az installációja van, és most a hátsó teraszon van. Meg voltak ilyen rendezvények, amiatt nem lehetett azon az oldalon, és akkor a hátsó oldalon, hátsó teraszán van. Úgyhogy akkor oda is lehet menni. De ez nagyon fontos egyébként ezeket mozgatni. Tehát a Aurélnak van ez a nehézsége, hogy... Tessék? Mozgáskényszer. Nem csak az. Az is. De az a nehézsége, hogy egy helyben, tehát például nem tudná jól a parlament előtt szolgálatot teljesíteni. Mert nehezen tudsz egy helybe állni sokat. Tehát ez azért van, mert tulajdonképpen nem áramlik így a csi. Tehát, hogy ha segítjük az áramlását, akkor mindegy, hogy mozgunk vagy nem mozgunk, mert akkor áramlik ilyen értelemben a csi. Tehát a csinek kell áramolni, csak hát könnyű mozgással. Azt úgy nem érzed külön, hogy mit csinálsz, csak úgy céltudatosan mész valahova, vagy csinálsz valamit, és akkor ezt az áramlást valamennyire biztosítja a maga a tevékenység, a mozgás. De amikor tulajdonképpen begyakorlod ezt a részt, és sokat használod, a medencei részt, akkor kapcsolatba kerülsz, tehát nagyon jó kapcsolatba kerülsz ezzel a résszel, és akkor ezt az áramlást mondjuk úgy, hogy kvázi magától fönntartod. Tehát az nagyon jó a táncolás, ezért táncoltak mindig. Tehát régen az Magyarországon is teljesen normális volt, hogy legalább hetente egyszer kiadósan, vagy többször táncol. Túl azon, hogy a fizikai munka is jellemző volt, az csak most nem jellemző. Tehát ezek a területek jobban a tiéd, meg a mozgásukkal, meg azzal, hogy érzed, ugye, tehát minden, amit használsz, azért tudjuk könnyen a saroktól elkezdeni, mert hát minden lépésnél valamennyire érzed a sarkadat, tehát azt használod eléggé. A medencei részt meg nem használja a mai ember. Sőt, lassan annyira nem használja, hogy támaszték nélkül nem tud ülni. Tehát az izmok csökevényesednek azért, mert nem kapnak utasítást, hogy dolgozzál. Tehát az idegeket annyira nem érzi ott az ember, hogy nem ad utasítást az izmoknak. Tehát egy idő után nem tudja. Tehát itt, amit mutattál, hogy ez a lány kézen állva, ugye, a lábával íjaz, meg nagyon sok ilyen hasonló dolog. Tehát ez arról szól, hogy egyenként tudod mozgatni ezeket a dolgokat, és akkor is tudod, ha a fejjel lefelé vagy, nem csak akkor, ha... Érted? Fejjel fölfelé vagy. Tehát már gondolj bele, próbáld ki, hogy már az nehéz, hogy koordináljál dolgokat, ha nem föl van a fejed, hanem alul. Tehát
tehát egy csomó dolgot elcsökevényesedetten használunk, mert nem érezzük. Tehát nem vagyunk soha olyan helyzetben, hogy máshogy is kéne használni. Tehát nagyon sok, egy kicsit olyan, mint aki nagyon jól vezet úgy, ahogy itt vezetünk Magyarországon, azt átmegy Angliába, és akkor nem tudja, hogy mit kell csinálni, és akkor inkább nem vezet. Tehát pedig semmi más nem történik, mint hogy át kell menni a másik oldalra. Az hagyján, de ha még, ugye, mint te is vezettél itt jobbkormányos autót, hogyha a sebváltó átkerül a túloldalra. Ugye? Tehát, és akkor elvileg minden ugyanaz, ugyanúgy Budapesten mész, csak átkerült a kormány a jobb oldalra és a sebváltó a bal oldalra, és nagyon sokan azt mondják, hogy ilyet nem tudok. Pedig alig van változás. Mi változott, érted? Tehát... Valakinek azért ez nem kis változás. Jó, csak erről van szó, hogy ez a teljes bemerevedés. Tehát itt nem arról van szó, tehát ezért az európai ember nagyon sok dolgot nem tud elképzelni, vagy ragaszkodik, tehát mint az otthoni főztjéhez. Tehát, hogyha bárhol valami más van, akkor inkább nem eszik, mert ennyire bemerevednek az emberek egy valamilyen működési formába, és ha bármi egy kicsit másmilyen, akkor pedig a szervezet annyira sokrétű, tehát annyi mindent csinál, és minden másra lehetőséged van. Tehát nézd meg a kisgyereket, amíg nem mondják neki, hogy ez csak így lehet, addig millió egyféleképpen megpróbálja. Vagy amikor először voltam ilyen vastidőben élőknél, akik ténylegesen, tehát már az ember kap ilyen mindenféle képeslap csomagokat, hogy vegye meg ezeket, ilyen meg olyan sérültek festették, de én jártam ilyen intézetbe, ahol tényleg ott fest a lábával, szóval meglepő egy embernek, hiszen ha nem gyakorlod eleget, akkor a kezed se, tehát a jobbik kezed se tudod. Hát még a balabbikkal, ugye? És akkor utána még a lábával, tehát... Vagy a szájukkal szoktam. Szájukkal is. De itt most nem is ez a lényeg, hogy mivel, csak hogy valamit máshogy csinál. És már rögtön olyan meglepő. Mutathatok egy gyors gyakorlatot? Mutassál. Egy kísérletet? Össze kéne fordulni így kettesével. Ezt párban kell csinálni. Forduljatok össze. Igen. Nem kell felállni, csak egymás felé. Megszállítok, akkor én meg. És akkor... Kézzel kentelek. Ez a fűzzétek össze így a kezeteket, ilyen imádkozó tartás, csak az egyikötök. És a másik pedig mutasson egy újra, de ne mondja az új nevét, és ne érje hozzá, csak mutassá rá, és emelj fel azt az ujjad, amire a másik mutat. Ki emelj fel? Akinek össze van kulcsolva a kezem. Ne érje hozzá, csak mutassá rá, és ez megy, igaz? Ez könnyű. Na most nézzetek rám. Ez könnyű. Most így meg tudjátok ezt csinálni. Ezt csak az egyik, ugyanaz, aki az előbb. Ugyanaz, akinek az előbb össze volt fűzve. Most így. Keresztbe, lenne így, úgy, és kifordítod, hogyha sikerül. Sikerül. Na most ugyanaz a gyakorlat. Rámutatsz egy újra, nem érsz hozzá, és te megemelj fel. Hozzá érsz, hogy könnyű. Gondolkodtam már. Az már nem tudod. Na, ugye? Igen. Igen, másik átoldottál. Pár csere, most a másik. Most a másik oldal fűzze össze. Aki az előbb mutogatott, most azt fűzi össze. És újra mutatás.
Ez elég könnyű. Érted a csi érdez, hogy a hideg kurva mutatja? Nagyon jó. És most a kifacsart keresztbe, és kifolyik a... Ah, nem annyira. Nem. Így kinyújtod, keresztbe egymás felé, tenyerek egymás felé. Ja. Amennyire megy, az már tudja. Még egyszer. Ez már nem. Ez olyan tőle, mint a Angliába vezetsz, hogy de az a másik, hogy már az a csíjén van. Nem is mondtuk, a másik alapszó. Ez érek. Jó, biztos. Ez. Ha már megfelelően. Tehát a másik hajzban. Nem mindig tudok egyet. Igen. De az egyik nincs. Na jó, ennyi volt a demonstráció. Ehhez még autó se kell. Ez nagyon jó. És mi az észrevételetek? Hát ez beigazolódott, hogy mennyire nehéz megfordítani. Most erről ezt nem tudjuk nekem is egy gyakorlat. Mindjárt. Na most ezt még azért érdemes megbeszélni, mert nekem az a megfigyelésem, tehát viszonylag sokat kellett mindenfélét tanulnom, és aztán az volt a megfigyelésem, hogy ez akkor megy, ha az ember szó szerint üres. Nem tudom máshogy mondani. Tehát nem gondol semmire, amíg hallgatja az újat. Jó. És aztán az volt a megfigyelésem, hogy a többiek, vagy hogy mondjam, van egy ilyen készítés mindenkiben, de a többiek ezt csinálják, hogy állandóan hasonlítgatják már valamihez. Miközben még csak most hallják. Mind a nyelvtanulásnál. Nyelvtanulásnál is. Mindenki le akarja fordítani meg. Például. Hogy a magyarba az, hogy van. Igen. És egyszerűbb, hogyha csak úgy. Igen, abszolút, csak úgy hagyod, és igen, csak azzal dolgozol, ami most abban a mondjuk úgy, hogy mintakörben. Tehát különböző minták vannak, részben a hanglejtés, részben a szavak mintája, de nem mint értelmes, hanem hangtani minta. Tehát mondjuk egy vietnámi, az más, tehát így lehet megkülönböztetni mondjuk a kínaitól, hogy más egy kicsit a hangtani minták, tehát mások. Te mind a zenében úgy megkülönbözhetett, hogy ez inkább Mozart, és az meg inkább Beethoven, pedig hát ugyanazon a zongorán játszák, tehát nem mondhatod, hogy frekvenciában más, hát ugyanazon a zongorán játszák, tehát... De azok a minták, amik előfordulnak, azok Mozartosak vagy Beethovenesek. Tehát ami lényeges, ez a... Én ezt figyeltem meg. Ezért nagyon lényeges, hogy így elmondjátok, hogy miket figyeltek meg itt, mert így tudod a saját berögzült elvárásrendszeredet megtapasztalni. Mert a probléma csak az, hogy van egy elvárás, és az befolyásolja állandóan a befogadó képességet. Viszont ilyen gyakorlatokkal le lehet buktatni a saját elvárásrendszeredet. Igen. És akkor utána már nem használod. És mi volt a nehéz benne, Ildikó, mi most a Miklós gyakorlatában? Hát nem a nehéz, hanem ugye a mellette, mivel ez ki volt fordítva, ugye a Judit rámutatott a jobbra mutató ujjamra, és akkor viszont mégiscsak a jobb oldalamon állott, tehát a mellett, az ellenkezőt ellenkező mozdult meg, vagy azt mozdítottam meg. Igen. Tehát én úgy érzem, hogy ez pontosan az angol közlekedés, uh-huh, hogy minden megfordul, de ezt az agyba egyik pillanatról a másikra keveseknek sikerül átállítani. Uh-huh. Tehát hogy ez automatikus, nyilván idővel. Most nem azt számít, hogy rájöttél, hogy van egy ilyen elvárásod, hogy ami jobb oldal van,
azt eddig is hogy mozdítottam meg jobb oldalon, és most meg máshogy kell. Igen, szóval, hogy, igen, igen, mert a bal kezem ujja átkerült jobbra. Uh-huh. Igen. Nagyon jó. Judit, mit tapasztaltál? Az, hogy meg nagyon megfájult a nagyon jó. De hát nem bizony, nem ígéri meg. Különösen. Ez mit jelent, Judit? Hogy nem szoktad eleget forgatni. Nem? Hát aki például mindenféle hova benyúl és csavar és érted szerel, annak viszonylag sokat szokott mozogni. Ez azt jelenti, hogy viszonylag egyfajta tartásban szoktad használni a csuklódat. Tehát nem szoktad eleget tekergetni. Nem elég hozzá tolna. Mert akkor csinálom, tekergetem, de... Tekergeted? Hát, csinálsz olyan tornagyakorlatot? Edzésen persze. De hát ez nem elég úgy látszik. Nem elég. Mert otthon nyilván én nekem hát olyan túl sok olyan jellegű munkám, feladatom nincs. Hát a főzésnél azért szokott akarni. Jó, hát az nem mondom, hogy ez a természetes. Hát uh-huh. Még csavarom az üvélyöket is minden, de hát... És, nagyon jó. Kezdj el pulóvert kötni. A kötés a neked soha nem ment. Nem tudtam megtanulni. Nem tudom miért. Uh-huh. Horgolni tudtam, de kötni nem. Hát kötni egyszerűbb szerintem. Aulé? Tényleg nehezebb így megtalálni, tehát talán még lehetne ezt még nehezíteni, nem rámutatni, hanem mondani, hogy bal középső út. Úgy könnyebb. Úgy könnyebb? Ha így megvan csavar, akkor is. Úgy könnyebb. Akkor is könnyebb, hogyha kimondod magában az új nevét. Tényleg. Hogyha. És ez egy másik rétege, hogy a tudatosság. Ha tudatosítod, akkor úgy könnyebb megcsinálni. És ha már hallod, hogy mit kell venni, az már beindítja. Akkor nem találtam fel a spanyolt. Hát most föltáltad, hogy hogyan? Föltáltad, hogy hogyan? Könnyebb. Hogy lehet könnyíteni. Nehezíteni úgy lehet, csak rá gondol. Igen. Az tényleg nehéz. Judit, milyen volt? Nekem nehezen ment ez a nem aki volt, vagy ez, hanem hogy mikor mutatta, akkor még a másikat, a másik ujjamat. Nem azt, amire mutatott, hanem mindig van egy másikat. Mozdítottam meg. De nagyon másikat, vagy a mellette lévő? Mellette. Franciaországban szoktam kérni, ahol nagyon mentálisak, tehát hogy mindent úgy agyból csinálnak, hogy ott nem kezdjük el rögtön, hogy a sarok, poka, meg mindenféle más, hanem először egy picit érezni, de hát az is nehezen megy, hogy anélkül, hogy néznék, tudják-e érezni egyesével az ujjat, de ha valaki azt se tudja, akkor csak meg kell mozdítania mindig egyet, anélkül, hogy nézze. Ez lényeges. Tehát, mert a szemünket állandóan azt használjuk, ugye? Támpontnak, tehát tájékozódáshoz. Nagyon sokat használjuk a szemünket. És akkor úgy el tudnak jobban indulni, hogy először érezzék a ujjat. Krisztán, milyen volt a gyakorlat? Hát miután így átgondoltuk a gyilag, utána már igen. Köszönöm. De tényleg, nekem is az volt, mikor Angliába vezet az ember, hogy egy kicsit elengeded a megszokottat, és átgondolod, hogy akkor most figyelni kell, akkor utána meg tudod mozdítani. De nekem is tényleg az volt a nehéz, hogy egyszer egy újat mozdítsak, mert minden menni akart. Hát az egyébként is nehéz, mert nem szoktunk hozzá, hogy egyszerre csak egy ujjunkat mozdítsuk meg. Tehát az például, nézd meg nekem milyen nehezen megy, ha most azt mondom, hogy csak a gyűrűs ujjamat,
Hát nagyon picit tudom megmozdítani. Jó, hát nem minden ujját tudunk olyan nagyon megmozdítani, de nagyon... Nem a gyűrűs nem is. A gyűrűs magát, az nem mozog. Hát dehogy nem mozog, azért mozog. De kicsit mindig megy bele. Aha. Hát azért nézzétek, meg megy az. Igen. Hát csak gyakorolni kell. A bal kezem nem például jobban megy, mint a jobban. A jobban csak egy picit emelkedik, a bal kezem meg sokkal jobban. De ez is egy nehézség, hogy egyszerre egyet. Mindegy, hogy milyen mozgástartományod van, de abban a mozgástartományban csak egyszerre egyet. Tehát célzottan. Ezt meg kell tanulnunk, hogy célzottan használjunk izmokat. Akkor pont, hogy most egy bemelegítő gyakorlat volt, hogy egyesülve mozgatni. Ez csak a bemelegítés volt. Igen, de ez is figyeld meg, hogy könnyebben megy, ha mind a két oldalon csinálod. Érted? Tehát nehezebben megy, ha mondjuk egyik oldalon a kis ujjadat, másik oldalon a hüvelyk ujjadat. Neked a zenésznek megy. Tessék? A zenésznek ez megy. Igen. Mm-hmm. Jó, csak hát... Igen, így a legkönnyebb. Már mindig arról kérdezünk meg, hogy a legkönnyebb. Tényleg a legnagyobb zongora művésznek is nem csak meg kell tanulni a partitúrát, hanem az új menetet meg kell gyakorolnia. Tehát, tudja, hogy melyik hangot melyik ujjal kell lejátszani, de be kell gyakorolni ahhoz, hogy... Hát illetve nem begyakorolja, hanem ő már annyira szabadon használja a különböző izmait, a karjaiban annyira szabadon használja a különböző izmait, hogy automatikusan. Tehát már nem kell odafigyelni. Tehát mint a magasugrónak nem kell odafigyelni, hogy kell koordinálni, és mikor kell elugrani. Vagy a szalszás, hát azért elég sok mindent csinálnak, ha megnézed a szalsza bajnokságokat, ott azért elég összetett, amiket csinálnak. Ugye? Igen, és nem lehet kivenni. Mindenkor így a hajókon voltunk, és voltak kubaiak, meg ilyen latin-amerikaiak, és akkor tartottak szalszát, és van az alaplépés, meg az ilyen oldallépések, de amikor ők táncolnak, ott nem, tehát így nem hasonlít az alap, tehát csak úgy össze-vissza, és se a ritmus nem az, se a lépés nem az, és kérdezik, hogy hát csak így csináld. Nem tudja, csak így. Mert ami tudás birtokában, vagy képesség birtokában vagy, az ugye már nem nehéz. Tehát ezért nehéz tanítani, mert nehéz belehelyezkedni abban az állapotban, amikor ezt valaki nem tudja. Hát igen, de aki tudja, hogy mondjam, azért pont, amit a Miklós is mond, az azért tudja külön-külön mozgatni az ujjait. Tudja, csak amit te tudsz, az neked könnyű. És ez nehéz elképzelni, hogy a másiknak ez nehéz, mert ő még nem tudja, tehát benne van egy feszültség, hogy fú, én ezt nem tudom, ez nekem nehéz. Aki tudja, tök könnyű kötni, hát mi az, hát két mozdulat, és akkor valakinek nem megy. Biciklizni például. Hát, mi az? Nem is csinálok semmit, ugye? És akkor egy gyereke mennyit kell kibolni, míg végre ráérez, aztán persze. Hát, azért, ha sokat csinálja az ember, akkor az a képesség magától megjelenik, hogy látom a másikból, hogy hol van a nehézség. Ez a csikmunknak a lényege. Tehát mivel te ezt használod, ezeket a pályákat használod, ezért látod, hogy neki hol van a nehézsége. Tehát ezt nem aggyal kigondolod, hanem ott látod, hogy... Tehát ténylegesen azonosíthat, hogy hol van a nehézsége. Ezért gyakorol így az ember, és tehát a zongora erre jó példa, ott is nagyon egyszerű dolgokat gyakorol még hosszú ideig. Valaki az elején, és itt is nagyon egyszerű dolgokat gyakorol, mert belül zongorázom tulajdonképpen. Tehát itt a
a belső zongorázás, ami történik, ez a belső utazás, az mi szoktam mondani, hogy belső turizmus, mert először meglátogatjuk a standard területeket, tehát mindig ugyanott, és akkor egy idő után már bárhol, mert csak bele kell jönni, sokat kell csinálni, hogy így menjen. Tehát tulajdonképpen egy kicsit úgy, akkor egy másik példa, mint amikor úgy van egy ábra bele a pöttyökbe, beletéve egy másik színbe, hogy nehéz észrevenni. De ha, vagy esetleg egy rajz, és két rajz, kiderült két rajz lehet ennek is látni, meg annak is látni. Vagy sokszor van olyan is, hogy jobbra forog valami, vagy balra forog. És aztán megtanulja az ember, hogy elvárás nélkül nézze, és akkor ezt tudja. Sőt, annyira tudja, hogy akkor már el tudja várni, hogy most a jobb forgást vagy a bal forgást nézze. Tehát ezt érdemes kitapasztalni, de nem előre azt gondolni, hogy majd én ezt jól így csinálom, vagy jól úgy csinálom, hanem kitapasztalni. Tehát ebbe ez a szép az ilyen gyakorlatokban, hogy megengedi, hogy tapasztaljunk saját magunkról. Tehát nem kell pont így lennie, vagy nem kell pont úgy lennie, hanem valahogy úgy megtapasztaljuk. Judit, milyen gyakorlatot akartál megmondani? Először csak azt, hogy nekem igaz volt az élményem, hogy valamikor az egyik ujjam mellett a másik is elindult, és rájött még ez az élmény, hogy kungfunál volt olyan gyakorlat, hogy csak az utolsó úgy tetszett, vagy kettőt hajlítgattak, tehát akik már régóta csinálták, nekik ment ez. Hogy csak az utolsót, vagy az utolsó kettőt, szóval ott álmodtam. És kettő gyakorlat lenne, mind a kettő nagyon rövid, és kapcsolódik egy kicsit az ujjakhoz. És már a sorrendjét is kitaláltam. Az első az egy személyes, a másik páros, és ott ő állva. Az első az olyan, hogy azt csináljuk először, hogy így összeírjuk. Mélyézés, utána... Ha nézzük meg először, és akkor utána... Jó, kinek van mérve. Akkor így fűzöm össze az ujjakat. Aha, ugyanaz, mint az előbb, csak a fej felett. És ezt kicsit mellkasni te, ezt ide leviszem. De is így, hogy kitekintem közben így? Igen, és így a vissza. Tehát először össze, utána meg összesűzöm az ujjakat, kicsit lazítom, a csípő segít, hogy kilazuljunk, és kicsit előre visszük a fejet, akkor ezt így be tudjuk tenni. Már a kicsit lelazulsz, igen, és utána vissza ki, és akkor utána előbb, mint a fejnénk, tart a lábujjakkal együtt, felhátra, utána a kettő együtt, teljesen ki, teljesen beszúrjuk. Utána csak a mutató felváltva, egyszerre, csak a mutató, utána mutató középső, felváltva, és a középső három egyszerre, felváltva, így, és akkor itt pedig befogjuk füvelykújat. Elrejtjük, és így hátra tekerünk, és előre. Ez na, Judit, ez megmozgatja. Ez jó, bemegítődj akkor. Hú, nagyon köszönöm. A másik páros, szerintem maradjunk ugyanazokban a párokban, és szükséges hozzá, vagy egy 50 forintos, vagy egy 100 forintos. A kis hamis. Ez egy pénzbekártya van. Ezt rólad jutott eszembe. Rólad jutott eszembe. Jó páros, hogy már ad a pénz. Csak megadom, hogy jó. Pusztas is jó.
Húszas? Ez egy csukott szemű gyakorlat lesz. Löknél a pénz? Jó. Hová ment Judit? Judit keresi a pénzt. Jól esett is, Judit. Az a feladat, most bemutatjuk, hogy a mutatójal megfogjuk. És most majd becsukjuk a szemünket, és elkezdjük ezt a pénzérmét mozgatni, és az az egy célunk van, hogy ezt felmaradjon. Jó, és kivezet. Ez ennyi az instrukció, tehát csukott szem, és elkezdjük mozgatni. Nagyon lassan, nagyon lassan. Kezdjétek el, ennyi a feladat. Érdekelünk, hogy elmondjuk. Minél cifrát mozgál sokan. Ez csendes. Csak figyelem. Minél tovább. Jöttem messze ezt. Húzogjatok minden irányba. Elsőnek lejti. Jó. Köszönöm, hogy megmutatott. Na, köszönjesek. De mondjuk azt szeretek? Jó, be. Még a következő fokozat lehet, hogy mind a két kézben van. Ja, hogy? Ez milyen volt? Jó, nekem tetszett. Jó, ha könnyű lett volna. Nekem az volt az érzésem, hogy ez segít fókuszálni. Nem nagyon nehéz csinálni, de mégis úgy figyelni kell. És az pont segít abban, hogy itt legyen az ember. Én még először csináltam, nekem olyan különös volt, így, hogy érezni, hogy másik mennyire nyom, és így minden irányba elmenni vele, és leföl, előre, hátra, hogy ez a kettőből lett egy. Én nekem ezt így, szóval én nem tudom, nekem ez valami hihetetlen jó élmény volt, mikor először csináltam. Mindenesetre az nagyon lényeges, hogy egy kicsit használjuk magunkat a mai világban. Ténylegesen van egy idegenedés, tehát az embereknek eleve kevés a fizikai kapcsolatuk a másikkal, és saját magukkal is. Tehát minden olyan gyakorlat, mint ez, hogy egy kicsit is kapcsolatba kell maradni, abban a szempontból úgy, hogy ez kezd teljesen eltűnni. Fontos. Kriszta, otthon is fekve gyakorolsz? Hát bemoglászik, én mostanában csak így gyakorolom. Mostanában csak így gyakorolsz? Hogy vagy? Hát mert van egy elmegy az idő. Elmegy az idő? De majd igyekszem. És keveset vagy vízszintes pozícióba? Igen, olyan jól aludtam a reggeli kezelésen is. Aha, az jó, alvás hiány. Még azt szeretném megosztani, hogy ami úgy ez a nagyon segíti az a folyamataimat, az, hogy ez a napi szintű gyakorlás, hogy minden nap egy picit csinálom, vagy amennyit tudom, azt szerintem mindennek. Ez szerintem is, ez sokat segít. Nekem ugye az segít sokat, hogy elkezdtem ezt a
állva. Tehát úgy kezdem, és az annyira így, tehát így este, amikor már fáradt az ember, és inkább alszok, és akkor tényleg, ha csak egy 5 percig állunk ebbe az állásba, az más lesz a tartásom. Tehát ilyen, minden, igen. Rögtön így a tükörbe is megnéztem, és így teljesen. De nem is az, hogy nem tudnám hogy kihúzni magam, hogy most úgy figyelj oda, hogy húzd ki magad, hanem tényleg így nem is kell izomból tartani, hanem úgy és érzem a légzés megváltozik, utána sokkal jobban érzem a sarkam, meg úgy, még a gondolataim is mások lesznek. És akkor utána sokkal könnyebb leülni, és úgy gyakorolni, mint így fáradtam, meg minden pörög az ember agyának. Illetve nem kell feltétlenül ülve gyakorolnod, mert ahogy már tudod például ezt az álló pozíciót tartani, akkor meg fogod látni, hogy még intenzívebb. Először elvonja a figyelmedet az, hogy az izmaid nincsenek hozzászokva a tartáshoz, de ahogy szép lassan megtanulod nem izomból tartani, akkor még jobban fog menni. Valahol pont az segít, hogy ahol érzem a fáradtságot, meg a feszültséget, oda tudok figyelni, és akkor ott azt elvezítem, és úgy még. Igen. Ez tényleg így sokkal könnyebb. Nagyon jó, amit mondtál, és amit mindig mondok, tehát ezekben a úgynevezett nehéz tartásokban is tényleg csak az számít, hogy szabadságra tudjad küldeni, tehát hogy ne használd azokat az izmaidat, amelyek már fáradtak. Tehát nem kell hozzá semmi bizonyos értelemben extra, hanem amelyik fáradt, akkor az a jó, akkor te ne dolgozzál. Tehát az a fáradt izom, ami utána az ő fáradtságával elvonja a figyelmedet arról, amit csinálsz éppen. És ha nem kell neki csinálni, akkor nincs, aki elvonja a figyelmedet. És meglátod, hogy ezt a pozíciót, például ezt is, másikat is, ezt tudod csinálni kvázi izom nélkül. Igen. Hát most is egy ilyen 10-15 percet simán tudom, és az elején még fájt a lába meg, de most már nem is az, hogy megerősödött, hanem egyszerűen nem érzem. Igen. Tehát én nincs másnap izomláz, mert nem lett nagyobb a vállam, meg semmi. Igen. Pont ez. Nekem amikor így volt rá szükségem, tehát abban az időszakban, amikor olyan nagyon hosszú, mondjuk így, hogy munkanapjaim voltak, tehát minden héten legalább 110 órát dolgoztam, és ezt egy pár éve át, és akkor karácsonykor is, tehát még szilveszterkor, tehát hogy mondjam, amelyik héten szent este volt, akkor is meg karácsony, akkor is dolgoztam legalább 110 órát. Fölkettél dolgoztál és aludtál. Hát, majdnem, igen. És akkor volt, hogy egy kicsit lestrapáltam magam, és akkor fél óra alatt rendbe jött. Tehát amikor éreztem, hogy na most ebben kezdek belebetegedni, akkor... Tehát ez tényleg ilyen értemben működik. Hát meg télen azért van, hogy az ember olyanokat kezel, akiknek éppen toroggyulladása van, és itt tovább, és akkor nagyon gyorsan segít ilyen. Tehát nem alakul ki nekem a toroggyulladásom. Mert ha ezt lehet érni este, ahogy nem szállás, és akkor éjjel vannak, amikor érzed, hogy hú, kezd bedagadni a torkod, és akkor éjjel fel kell kelni, és akkor nem tud kifejlődni. Ez hol van ez az állás? Hogy fölbettes? Csináljuk egy. Tehát ugye az a lényeg, hogy nem kell nagyon szélesre tenni, és nem kell nagyon közel tenni a lábad, hanem ahogy természetesen itt a medencédből folytatódik a lábad. Viszont egy picikét egymás felé néz, tehát mondjuk úgy, hogy a Juditnál már találkozik a ugye a két középvonal, tehát a jobb lábam, bal lábam középvonala, az mondjuk 2,5 és 4 méteren belül találkozna. Tehát egy icipicit befelé áll a kettő. Te egy picit nagyon szélesen állsz, de még a határon van. És akkor utána
ugye igyekszel a hátadat is azért alakítani, hogy lásd, hogy tehát nem így tartani, hanem így, hogy egyenes legyen. Tehát a medence döntés előre a szemérem csontodat nyomod ki. A szemérem csontodat kinyomod. Jó. Hát próbáld meg először, hogy hátra és előre. Hátra, előre, mert nem biztos, hogy jól mozog a... Tehát nyomd ki a feneked először, és az mindenkinek megy, és akkor utána... Igen. Tehát nem mindig. Ez a medence döntés, ez nem mindig megy. És akkor... És akkor előre, és akkor itt feszül is egy kicsit, az inafit egy kicsit feszülnek elő. Na most, tehát ez elő van, és a karodat meg úgy fölrakod, hogy a vállad ne lógjon. Na most, mivel az inak tartanak, tehát az fontos, hogy mindenhol feszüljenek az ízületek. Tehát a térdedet ki kell nyomni, ugye? A lábfej fölé, tehát a tér nem lehet itt belül, hanem azt ki kell nyomni. Tehát a térdet nyomd ki, egy szépség, két kezemet nyomd el. Kicsit hagyjuk, és kifelé nyomd, még kiebb. Lezolában majd nagyon. Alul, tehát pont ez a lényeg. Hogy minden csavarról van. Pont ez a lényeg. Nagyon jó. Na most nézd meg, hogy őt így együtt a könnyen el tudom mozdítani. Most mozdítsa engem. Na, erővel, hát tisztán, nem úgy, ugorj nekem. Nem tudsz elmozdítani. Ugorj nekem, nyomjál le. Nyomjál le. Nyomjál le. Csak felborulom azt. Nem borulom. Én próbáltam három kajakossal. Aki válogatott, tehát olimpikon karakos, és mondjuk akkor... ma egy kicsit nem vagyok annyira kényesözött, de tiszta erőből, és ez ekkorák. Nem. Ha nekem is nem. Nem, így simán. Tehát a csíny tart. Nem ellenáll. Neked is ez lóg. Nem feszülsz ellene. Fogd meg az enyémet? Fogd meg, csak hogy érezd. Nyomjál el. Igen. Nyomjál, tiszta erőből. Már nem. Nyomjál. De akkor így feszül. Igen, most csak nézeges meg, hogy mennyire feszül. Tehát úgy nyomogasd nyugodtan, előre, hátra, mindenfelé, hogy érezd, hogy. Tehát az a lényege, hogy minden ízület más irányba csavarja. Tehát a láb bokáig befelé, bokától térdig, érted? Kifelé, itt, előre, tehát ez a... Minden másik irányba van elcsavarva. És ez tart. Elég jól csinálod, viszont egy kicsit, mintha átölelnél egy fa. Az a neve is bizonyos hagyományokban, hogy a fa átölelése. De te jól csinálod, mert feszült érzem, hogy ez a feszülés megvan. Most még annyi, hogy... Ja, még ezt itt, igen. Nem, a medence döntés. Tehát nem csak lejjebb, hanem itt még van egy horpadás. Érzed? Itt még van egy horpadás. Ezt nem tudom lejjebb látni. Hát akkor egy pillanatig most tedd le a kezed, és gyakorolt, hogy... Jó? Csak így. Tehát kinyom a fenét, ez az. Tehát úgy... Szerintem így volt ez előbb. Nem. A vállalat az igaz. Tehát az a lényeg, hogy... annyira előre tud a medencédet dönteni, hogy itt feszüljön, az inak itt feszüljenek. De egyébként jól csinálod. És utána egy idő után, tehát... Igen, tehát ott nem kell olyan erőből, tehát itt nem kell ezt a trapézust annyira megfeszíteni. De jól csinálod. Nagyon jó, csak ez erre, ez mit erre feszül. Nagyon jó, így. Igen, még egy picit. Ez az. Térdet kifelé, ide nyomjad. Jó. Tehát... Most jó? Igen. Jó. Igen. Na most egy kicsit lazos vagyok. De a medence is jó? Hát azért nem, mert még el tudlak dönteni. Tehát hagyd jobban a térdedet. Nyomd kifelé a térdet. Ez az. Most már jó, most már nem tudlak úgy eldönteni. Ez az. Ez a jó. Na, Aurél, gyere ide! Na, ott nem férünk el. Csak azért.
Jobb, ha levesz. Most ehhez kivételesen mondom, hogy vedd le. Tehát stabilabban állsz, mint a papucs. Az egy olyan nyeklős papucs, tehát az nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. A fát átöleled, tehát itt mondjuk egy ekkora fa. Nagyon jó. Még kicsit. Így, így. Nagyon jó. Ezt ugye feszíted, hogy ez itt feszüljön. Ez meg fönt van. Nagyon jó. Feszíted. Nagyon jó. És akkor a térvedet még nyomd ki, mindegy, de állok, és akkor nyomom. Na, te is nyomjad az enyémet. Nyomjad? Ez az, most jobb. Most jobb, hagyd így. Látod? Ha már egy kicsit kezd stabil lenni, jobban hagyd be a térved. Ne dőlj előre, elengedem a fel. De várjál, nem kell. Oké, okay. Fú. Na, most már halad. Kriszta? Ez az. Tehát először a lábadat érdemes, csak úgy lazán. Hátad egyenes, nézd, hátad egyenes, és a lábad, tehát behajlik, és azt meg kell tanulni, hogy kifeszítem a térdem a lábfejem fölé. Tehát, hogy nem így van, hanem kifeszítem. Igen, most befeszíted. Most már fölteszed a kezed, akkor az a lényeg, hogyha ez fönt van, meg ez érződik a csuklódba, hogy feszül? Igen. Nagyon jó. Akkor kipróbálj. Nagyon jó. Már nem tudom rögtön eldönteni, ha már még egy kicsit könnyen el tudom. Tehát ez a medencétől függ, ha itt stabil vagy, nem tudnak eldönteni. Na de ahogy nyomom a kezdet, fölemelkedni. Itt ez így emelkedik. Hát, csak azért... Nem vagyok eddig ide. Nem. Igen. Tehát te érezd, hogy ez itt stabil. Érzed, hogy ez itt stabil? Te úgy érzed? Igen. Jó, nagyon jó. Hát akkor már... Tök jó. Ez rögtön stabilod is. Ha te ott érzed lent, jó, és azt mondja, hogy most korrigálj, nem nyomom nagyon, csak azt mondja, korrigálj, hogy meg se kottyadjon, amit én nyomok. Azt mondja, korrigálj ott lent. Nagyon jó. Minél lejjebb, mi fannál stabilabb egyébként. Nagyon jó, de most kell megtanulni azt, hogy elengedett szabadságra azokat az izmokat, amelyeknek úgy sem kell tartani, mert ők fáradtak. Nem onnan kell tartani. Tehát kell egy alapstabilitást elérni, hogy stabilan álljál a lábad. Ki kell tenned még a térdeidet, és ezért kell egy picit összétenni a lábaidat. Ez az. Hogy? És akkor stabilan leszel. Még egy picit. És egy picit így lejjebb, és a sarkadon van a súly nagy része. Ez addig kell lejjebb jönnöd, mert különben a sarkadon van a nagy része. Most kifelé. Most nyomjad el az én térdemet. Nyomjad el. Nyomjad el. Ez. Na, tartsd így, nyomjad. Ezt én nagyon instabilnak érzem most. Aha. Hát már nem vagy eléggé. Tehát itt érez, itt kell stabilitást érezned. Addig próbálgasd, amíg itt stabilitást nem érzel. Tehát így is sokkal jobban áramlik már a csí, az látszik. Tehát az látszik, hogy már sokkal jobban áramlik a csí, de még nem vagy stabil. Jó. Látod most már? Nagyon jó. Jó. Most már jó. És utána már itt is lehet lőtni, és azt is bírod. Hát olyan. Nagyon finoman csináljuk, de érzed, hogy ezt tudod így korrigálni. Tehát oldalra már jó.
csak finoman előre látva. Aha, na mindegy, szóval érzed, hogy ezt, ja. ezt tudod folyamatosan korrigálni. És akkor, ha itt stabil, akkor stabil. Kell valaki, aki mindig lökölöm. Hát, ezt érzi az ember. Ja. Érzi az ember. Jó, nagyon jó. A Judit, megy ez neked? Hát akkor hozd, és akkor megy. Figyelmekám. Másik Judit, nagyon széles ez a terpesz. De neked nem ekkora medencét. Hát, ez még nem. Még először erre figyeljé, hogy itt stabil legyen. Na, ez van. Ez jó. Csak nyugodtan vegyél. Sumosan is, de hidd el így könnyebb, ha nem annyira széles. Hát már megint nagyobb. Igen. Nem baj, ott elkezded érezni, és ha ott stabil, akkor jó, csak nagyon hajlandó vagy, rögtön kétszer akkor a terpesszel kezdeni, mint amekkora a te méreted. Akkor azt, hogy minél lejjebb, azt nem úgy értem, hogy nagyobb terpesz. Nem. Marad a terpesz, minél? Csak térfalítás. Az, hogy térfalítás. Tehát azért kell valamennyire lemenni, hogy elég nagy nyomás a sarkadó legyen, mert ha előről van, akkor nem vagy stabil. Tehát a 70%-nak simán a sarkadra kell esni. Tehát az ember megszokta, hogyha valami nehéz, akkor így pipiskedik. De kiderül, hogy akkor nem stabil. Tehát akkor nem úgy érdemes. Hanem azért mondják, hogy állj a sarkadra. Tehát minden nehezebb valami, amelyikkel a sarkadra kell állni. Csak ezt megint át kell szoktatni magunkat, mert nem így. Miért van, hogy most kihűlt a lábam? Közelhez a korát akarod? Hát dehogy nem. Amikor az ember nagyon figyel valamire, azért akkor ettől van a konstrukciója lesz, tehát az érfal összehúzódás. Érfal összehúzódás, akkor kiszúrás. Hát ez a nagy dolog, hogy valamit újat csinálsz, valamilyen új dolgot, és azt olyan lazán csinált, hogy ne hülye közbe ki. Hát nagyon akarjuk. Érted? Tehát nagyon kényszerítjük magunkat. Azt, hogy megfeszítjük tulajdonképpen mindenütt, hogy valami ahhoz hasonló, mint amikor én próbáltam egyszer így valamit emelni, és ugye mentem, hogy előtte minden innomat megfeszítettem, és így emeltem. Az azért praktikus, ahogy emeled, azzal stabilizálod az ízületeidet, és nem tudod kificamítani sehol. Ha valami kicsit túl sokat kell csinálni, akkor ez praktikus. Tehát ezért van az, hogy érdemes mindig így tartani a lábat. Ugye ezt már vettük, hogyha mindjárt valami, hogy ehhez a vonalhoz, itt van egy ilyen vonalmatod, ide teszem a lábam, és ez meg most a boltívet megemelem, és egy centivel rövidebb, vagy bő egy centivel rövidebb a lábam. De nem húztam hátra, hanem a boltívet megemeltem. Tehát ilyeneket érdemes gyakorolni, ugye nekem alkatilag nem elég ívelt a lábam, tehát nem használok bizonyos izmokat eléggé. És azt meg lehet tanulni, tehát az MPT cipő ebben segít, hogy kényszerít ezzel az állandó billegéssel, hogy így tart a lábad, és akkor nem, most nem azért, hogy rövidebb legyen, hanem azért stabilabb legyen. Meg azzal, hogy használsz minden izmot, kevésbé fárad el a lábad.
ha csak egyeseket úgy érted, hogy ellenérve tartasz, és mások viszik az összes munkát, akkor előbb-utóbb deformálódik a lábad. Tehát az MBT abban segít, hogy ez a boltív, ez így jó, határozottabb legyen, és ahogy az ív magasabb, hát természetesen, mivel egyfajta csont és olyan hús tömeg van ott, tehát nem tudni, hogy ugyanolyan hosszú lenni, mert magasabbra tettem az ívet. Na most, ami lényeges, hogy amikor megpróbálsz úgy menni, hogy fölemeled a külső lábért, látod, hogy az a levegőben van most a külső lábért, akkor is kénytelen vagy nagyon a boltívet megemelni. Na most, ha bármi nehezet csinálsz, például nagy súlyjal föl kell állni, vagy egy olyan pozícióból kell felállni sok órányi elgépeledett ülés után, akkor érdemes így megfeszíteni, mert ezek az izmok, nézd meg itt, itt. Látod, itt ez dolgozik. Itt van egy hosszú izom, idáig jön. Itt elmegy, és itt átmegy a talp alatt. Ezt tudják, hogy peroneus longus, de mindegy, hogy hogy hívják. A lényeg az, hogy ha ez az izom dolgozik, és ez a megfeszítés így létrejön, nem tudod a térdődet megbántani azzal, hogy rosszul állsz fel. Tehát érdemes, ha már fáradt vagy, úgy felállni, ha túl sokáig és nem teljesen kényelmes pozícióba ültél, vagy túl nehéz, ugye valamit emelsz, amit emelsz, és úgy akarod kinyújtani a térdedet, akkor feltétlenül itt ezeket az izmokat használni kell, mert a térdet ezek olyan pozícióba tartják, hogy nem tud megsérülni. Tehát van egy csomó ilyen dolog, amit így be kell gyakorolni, és az európai ember ezzel az életvitellel nem használja ezeket a mondjuk úgy, hogy olyan kicsi, olyan jelentéktelennek tűnő izmokat. Igen ám, de ha nem használjuk ezeket a jelentéktelennek tűnő izmokat, akkor nem tartjuk pozícióban az izületet. Tehát nagyon sok olyan izom van, amelyik nem annyira az előrehaladásért felelős, hanem hogy minden mozgásfázisban jó pozícióban legyenek az izmok. Itt az izületeket hát a leglényegesebb, hogy nehogy rossz pozícióban legyenek, mert akkor meg is sérülhetnek, meg irritációt okoznak az izületi buzokban. És akkor a rossz használat miatt. Egy kicsit úgy, mintha rosszul van beállítva egy kerék, és akkor mindig van egy olyan pont, amikor nagyon surlódik, és akkor előbb-utóbb baj lesz abban. Tehát ezek nagyon lényegesek. Most a csikunkban kénytelen vagy ezt csinálni, mert különben, ha ezt nem csinálod, akkor nem tudod megtartani. És ezeket a pici izmokat, ezek nem kerülnek sok energiával. Tehát ezek, most gondolj bele, hogy mondjuk ilyen nagy fényszórokat kéne működtetni, amelyek mondjuk 10.000 wattosak, tehát mint egy koncerten, ilyen nagy fényszórokat kéne használni, vagy egy ilyen pici, egy gombelemben működő, de nagyon koherensen, ugye? Tehát lézerszerűen nagyon, nagyon jól kibocsátja rendezetten a fényt, és jó messzire elvilágít egy ilyen kis ledecske. De az egy ledecske, az nagyon keveset fogyaszt egy ilyen nagy fényszorhoz képest. Na, ez a különbség, ezek a kis izmok, amelyek a forgó, a rotációs komponenseket adják, ezek ilyen keveset fogyasztanak. Meg kicsik. És a combizom például, vagy a bárbid, az meg nagy és sokat fogyaszt. És ezért nem fáradsz el annyira, ha megtanod ezeket kikapcsolni, és azokat használod. Mert most csak pozícióba akarod tartani, tehát akkor nem kell kamerák. Tehát ebben az állásban, amit most gyakoroltunk, azért, tehát ezt a medence előre döntést, ezt meg kell tartani, tehát gyakorlatilag ott azért szorítasz, kifejtesz valami. De azok belül valami, vannak azok az izmok. De hogy azt kell tartani az egész alatt, igen. Hogyne, minden kell. A rotációs komponens kell tartani. Mm-hmm. És ezek a rotációs komponens tartó izmok, ezek nem a... Ez nagyon kevés rostot használsz. Uh-huh. Tehát nem kell olyan sok rost, és ezért ez
És azt szerint kapcsolod be, hogy milyen a terhelés, már csak saját magadat kell tartanod, az egy dolog, ha elkezdenek nyomni, akkor az egy másik dolog, de nem kell sokat kapcsolni. Jó, tehát kezdetnek, mit tudom, pár percig kell megtartani ezt a pozíciót, de úgy, hogy végülis tartasz mindent, nyomsz, feszítesz arra. Csak közben azért fáradsz el, mert túl sok izommal kezdted el. Olyan izmokat is használt, ezért volt jó a gyakorlat, amikor az ujjakat mozgattuk, hogy egy ujjat kéne, de úgy sokkal egyszerűbb volt, ha már nagyon erősen nyomnak, lehetne egy olyan gyakorlatot is csinálni, hogy próbáld meg, veled megcsináljuk, csukd be így a kezed, és csak a mutató ujjadat nyújts ki. Na, most erősen. Nyújts ki. Látod már a többi ujja is elkezdett megmozdulni? De amikor eléged, még erősebben. Erősebben még, akkor már többi ujját is elkezdi megmozdítani. Sőt... Inkább azt jöttem észre, hogy ezt szorítom jobban. Nagyon jó, amit mondasz, pont ezt akartam mondani, hogy sőt, a másik oldalon is elkezdi ugyanazt. Most ezt szorítom, hogy ezt kéne nyomnom, és akkor ezt jobban szorítom. Nagyon jó, amit mondasz. Érdekes, hogy nem ezt szorítottam, hanem... Igen, de ez is elkezdett kijönni. Tehát pont azért, mert hogy azt mert szorítottam. Nem. Pont azért, mert már aktiválod a többit is, mert együtt jobban tudod aktiválni, mint külön-külön. Aha. Tehát ezt a lábnál lehet a legjobban megmutatni, nyújts ki a jogámat. Én ezt, ha nagyon nyomom, tehát azt akarom, hogy itt sokat elbírjál, akkor tehát amikor a gép van, nem így a kezem, akkor rögtön megindul a másik lába is, tehát így a gépet fölnyom. De ha nehéz, akkor egyszerűbb a... Tehát úgy tud a legtöbbet kihozni az izmodból, hogy a másik oldalt is. Tehát idegileg nem vagyunk hozzászokva, hogy külön-külön használjuk, és ha nagyon nagy erő kifejtése van szükség, akkor automatikusan nagyon sok izmot elkezdünk használni. Igen ám, de itt kiderül, hogy akkor elfáradsz nagyon hamar, ha nagyon sok izmot használsz, és nincs is rá szükség. Tehát az a nehéz ebben, hogy megtanuld, hogy szabadságra küld, tehát hogy azokat nem használd, amikre most nincs szükséged. És ez csak türelem kérdése, mert... Erre tudatilag rájövök, vagy magát? Ezt érzed. Hát ezt érzed. Ez a lényeg, hogy érzed. Tehát a csikungból tényleg minden a csíre megy, azt érezni kell. Hát vagy mondhatnánk a magasabb tudat, de szóval nem ez az akaratlagos tudat, hanem ez magától fog majd kialakulni. Abszolút. Tehát minél tovább bírom, az azt jelenti, hogy kezdenek lekapcsolni azokat. Hát nem feltétlenül, mert megedzheted a nagy izmokat is, de ha ezt tényleg sokáig akarod, egy idő után rájössz, hogy egyszerűbb, ha erőkifejtés nélkül csinálod. Tehát én úgy csinálom, hogy szinte, tehát kvázi tudnék aludni benne. Tehát, hogy nem érzem, hogy különösebb erőkifejtést jelentene. Tehát az egyetlen hely, ahol érzem, hogy erőkifejtés, az itt. A többi helyen nem okoz erőkifejtést. Vagy nem okoz fáradtságot, mondjuk úgy. Tehát... Nem tudom, tehát teljesen lehet lazulni, tehát teljesen pihentető lenni. De ezt kell megtanulni, azt ne használd, amire nincs most szükség. Ez tényleg más koncepció, mert mindig ahhoz olyan szokva, hogy még valamit hozzá kell tenni, még valamit hozzá kell tenni. Kiderül, hogy nem. Tehát futásban is, amikor megtanultam, hogy mosolyogva fussak, akkor stopperról ilyen értelemben viszonylag egyértelműen mutatja, hogy jobbak lettek az időeredmények. Tehát kvázi a szépen futás gyorsabb, mint a tiszta erőből futás. De sokkal, sokkal gyorsabb. Hát itt is, ezt így lehet gyakorolni, tehát magunkkal jobb lesz a viszonyunk. Én tudok mondani, és akkor ahogy jobb a viszonyod, úgy könnyebb is, meg ténylegesen nem tudom máshogy mondani. Hát amire nincs szükség, azt minek használni? Hát otthon is, ha egy lábasba főzöl, nem befelelő hatod. Hát teljesen félre a tűzhely a hat lábos.
De az, akkor az izmokkal is így érdemes, hogy amire nincs szükség, azt most nem érdemes utasítani, hogy te is dolgozzál, tehát nem érdemes. Csak ezt meg kell tanulnunk, mert hozzászoktunk, hogy egy kicsit úgy, mint az építkezésen, ahogy látjuk, hogy demonstrálják, hogy nagyon fontos munkát végeznek, 8-an nézik, egy dolgozik. De valójában az egy tudna egyedül is dolgozni. Sőt, nem frusztrálná, hogy ott jóval van, hogy ő is látja. Hát nem mindenki frusztrál, azért van, aki csak akkor tud dolgozni, ha kicsit beszélgetnek a többiek. Tehát érted, hogy oda-vissza van kommunikáció, ez olyan, mint az indiai forgalom. És meg elmondom, hogy ez teljes meggyőződésem, a megfigyelésem az volt, hogy nagyon sűrű a forgalom, és egy háromsávos úton ők öt sávba mennek. És egy kicsit össze-vissza. És szó szerint egy icipicit még néha hozzá is érnek egymáshoz. De nincs baleset, vagy nincs baj. És képzeld, hogy így nagyon jó mennek. Ja, és közben még dudálnak is állandóan. És képzeljétek el, hogy éjszaka, amikor egy kilométerenként van egy jármű az úton, nem tudnak vezetni. Sem egyenesen nem tudnak menni. Igen, nincs viszonyítása. Tehát sokan azért nem tudnak jól dolgozni egyedül, tehát azért érdemes ketten küldeni őket, mert különben légüres térbe nem tudja. Akkor nem dolgozik. Igen, nem tudja, mit kell csinálni. Nem azért, csak nem tudja, mit kell csinálni. Láttam már ilyet, Gyuri? Én is ilyen vagyok, Miklós, ott is a motorban. Én ilyen vagyok. Gábor valamit alkot, én ülök mellette és nézem. Kihagytál egy albetűt, ennyi a feladat. De ez nagyon fontos, mert különben minek írjam le, senki nem kíváncsi rá. Legalább egy ember ott elolvassa. A kezelni azért jó, mert akkor ott van valaki, akit kezelek. Ez azonnal, hogy visszakatolás. Igen. Hát nem csak úgy, tehát nem kell, ő aludhat, de én az ő csímezőjével akkor ott társalgok. A legjobb, még egy vicceset elmesélek, a legjobb, hát ha itt tényleg kezelek, hogyha akit kezelni kell, annak a valamelyik szülőjét is kezelhetem. Mert akkor jobban megértem, hogy mi a baja. Tehát a szülő mezőjét is látom, akkor jobban megértem, hogy... Akkor már nekem teljesen több ilyen. Nálad fordított irányba haladunk. Ez több értelmű. Hát igen, ez sok értelmű, de így a Kriszta után jobban össze tudtam rakni a szülőket. Nagyon jó, értelmezés, nekem van. Tényleg mellett kell? Tényleg, azért is hívtalak tegnap, hogy nem tudtam meddig tartani, és mit van. Értem. Az jó, ha ezt nem beszélitek tovább. Szerintem is. Hát semmi olyat látod, nem beszélünk amit. Köszönöm szépen. Szia. Meg ugye jó pár helyen, és ez bejött az interneten keresztül, erre jobban oda tudnak figyelni, amikor látjuk egymást. Ugye csak így én föntartom a kezem, aztán ezt nem mindenkinél kell, de van akiknél ez így egyszerűbb, ha
Itt van a kezünk. Ez is egy azonnali visszacsatolás. Hát a kezén keresztül így sokat érez az ember. És próbáld meg, hogy most figyelni a lábad. Milyen így? És a lábadat könnyű megfigyelni? Igen. Bálint? Könnyebb volt a lábam is, de így a felső rész jobban, tehát így az is belejött valahogy. Tehát, hogy innen is indult, meg innen is. Aha. Aurél? Itt milyen? Különösebben nem. A kezednél nem érzed, hogy valami van? Én érzem a kezédet. Azt szoktad érezni a két kéz között? Nem, úgyhogy rárakom a lábamra. Úgy? Akkor rakd rá. Judit? Érzem kezemet, a lábam, és érzem a kezemet, és a lábam. Nagyon jó. Ugye, így. Azért, mert így, mintha azt mondanám, hogy rögtön van egy csoport kapcsolat. Neked milyen, Nori? Érzem a kezettől valami is. Aha. És érzel még valamit, hogy maga a csoport is így? Tehát... összekapcsolódik. Igen. Tehát jobban érezhető az összekapcsolódás. Ildikó? Kezemet érzem, a lábamat érdekes, hogy nem kell érzem. De azért azt is. Judit? Ez egy ilyen távolságot érzem, mint egy lufi távolunk. Nagyon jó. Miklós? Nekem ilyen furcsa van a lábam, mert pont úgy volt, amikor mondtad, és már így maradt, de így ilyen egybeértett, mintha egy szobor lennék, és így érzem, hogy így áramlik, hogy a lábamból ömlik, és így egy összeköttetést érzem. Mm-hmm. Intenzíven összekapcsol a kezeken keresztül. Azért szoktam várni vele, hogy ne ez vonja el a figyelmet, hanem saját magunkra figyeljünk, és ne a csoport energiára. Hogy magunkba megismerjük ezeket a dolgokat, de ezt nyugodtan lehet így is. Azért neked is, Aurél, változik jelentősen a csi áramlásod, hogy mi ezt most így csináljuk. Így a csoport sokkal jobban segít neked. Sokkal jobban segít neked. Figyeld meg, hogy nem csak a lábadba érzed, de a hátadba is érzed. Ott is az áramlása sokkal erősebb, mint volt.
most nyugodtan változtassál pozíciót, ha egyszer csak úgy érzel, az jobb lenne. Nem is kell. Nem, csak mondom. Ha mégis egyszer úgy érzel. Judit, a tágulás még folyamatban van? Igen, kiterősödött talán, hogy ő... És én még tágul egy picit, szóval nem neked, nem és állt, neked mi a kapcsolatod a tágulással? Az én kapcsolatom, hogy kellemes, szóval egy ilyen teljességem kezd így kialakulni. Szóval igazából följebben, szóval minden lett. Te kapcsolatban vagy vele? Igen. Hogyan? Egy ilyen köbszörűvel, és... Hogyan lehet, hogy... Hát... Egy ilyen szelítséget érzek. Uh-huh. És nagyon hálás vagyok érte. Nagyon. Azért figyeld meg azt is most, hogy hol vagy kapcsolatban. Aurél, nehéz ülni támaszték nélkül, vagy most könnyebb egy kicsit? Most könnyű. Nagyon jó. Ez a másik, amiben, azért kérdeztem, mert a másik, amiben látom, hogy a csoport segít, hogy könnyebben ül az ember egy támaszték nélkül. Mozdulatlanul is könnyebben vagyok. Uh-huh. Na, ez például így a csoport, ez ebben nagyon sokat tud segíteni. Próbáld ki te is, majd vagy előre ülsz teljesen a széken. Teljesen. Még. Satkadon több súly. Figyeld meg. Nagyon jó, elkezd áramolni, majd figyeld meg ott a voltédnél. Érzitek? Tapintani lehet így az energiát. Ugye? Ez nagyon jó, már nagyon messzire ér a mezőt, érzed?
Nagy Judit, érzed? Nagyon jó. És a magad körül is érzed a különböző rétegeket, nagyon jó. Hogy megy most? Erre ugye a csoportra figyelek, vagy arra jobban figyelek, mint a lábamra. Aha. Ildikó, jól megy? Nem tudom, hogy képes vagyok ennyi ideig tartani a karomat. Igen. Benne vagy, teljesen már egy bizonyos flow-ban már benne vagy, teljesen. Látszik az egész lényeg. Igen, szóval nem előből, hanem nem. Úgy ott van magától. Így van. Erre otthon én képtelen lettem volna eddig. Majd otthon is menni fog, otthon is menni fog. Pont ez a lényege. Így van. Nagyon jól mondod. Magától meg. Judit, neked is már magától megy? Ja, én Jutka. Jutka. Én sem tudtam volna itt tartani a kezemet, így ha otthon ezt csinálom. Már te is nagyon jó. Igen, ezt a mezőt érzem. Igen. Nagyon jó. Most már látjátok, hogy én hogy tudok úgy kezelni, nem tudom már jól rendben. Ott van a kezem. Nagyon jó. Ezt a jó érzést mentsük el, ez egy nagyon jó élmény, mert ez nagyon fontos, ezt a könnyedséget, ezt a tehermentességet megélni, és ezt át kell élni belül is. Tehát, hogy ez tényleg egy magától.
Nagyon jó. Akkor ez jó remény volt így. Ezt is így figyelni, érezni. Figyeljétek meg, hogy ez egyre jobban fog menni, tehát hogy egyre kevésbé erőfeszítésnek tűnik. Tehát egyre kevésbé, hogy is mondjam, tehát nem igényel külön odafigyelés, hanem ez egy kicsit olyan odafigyelés, mintha a kedvenc dolgodat csinálhatnád. Tehát egy idő után azért, amikor már jóba vagy ezekkel a belső áramlásokkal, akkor már tehát mondom, az is munka, hogy megeszed a kedvenc desszertedet, de azért nem olyan nagy munka. Az úgy megy magától. Hát jó, akkor köszönöm, hogy eljöttetek. Csak így, nyugodtan, bátran. Ugye milyen jó az? Mert ugye az én tartásom, és úgy éreztem, amikor az egész gerincemet is széthúzták, hogy kiegyensúlyozottan teljesen. Hát ez már üdvözlő.